Az ember élet útjának felén egy sötétlő erdőbe jutottam. Jól van, Dante, jól van, itt ez a tabletta, napi kétszer kell bevenni, sok vízzel, feküdj vissza, ne beszélj itt mindenféle Istenről meg Beatrice-ről, majd ha elkezd hatni a szer, akkor majd beszélünk. Hát nem tudom, én nem ezért iratkoztam be annó a könyvtárba. Sziasztok, én Keresztes Balázs vagyok, ez pedig a Négy Fal Között Online Olvasókör, egy olyan YouTube csatorna, ahol híres irodalmi klasszikusokról találtok videókat, például Shakespeare drámáiról, Hemingway regényeiről, vagy olyan klasszikusok műveiről, mint Kafka, Camus, Bulgakov, Kundera, Oscar Wilde, vagy éppen Gabriel García Márquez. Ha először jártok itt, és érdekelt titeket az irodalom, akkor nézzetek szét a videós kínálatban, és hogyha találtok bármit, ami tetszik nektek, akkor nagyon megköszönöm, hogyha lájkoljátok a videót, feliratkoztok a csatornára, megosztjátok az ismerőseitekkel, akik szeretnek olvasni, illetve bármilyen hozzászólást vagy kérdést hagytok a videók alatt, ezeknek mind nagyon szoktam örülni, és a kérdésekre és hozzászólásokra mindig szoktam reagálni is. Lassan 3 éve gyártom a videókat ide a YouTube-ra, kisebb-nagyobb megszakításokkal, de hogyha végignézünk a videóim listáján, akkor az a szomorú kép tárul elénk, hogy eddig egyetlen hosszú elemzős videót sem készítettem olyan műről, amely kifejezetten egy női szerző alkotása lenne, és hát vannak elmaradásaim, például az Üvöltőszelek vagy a Mrs. Dalloway. Minden esetre ma megtöröm ezt az átkot, mert a mai videóban nem másról lesz szó, mint az amerikai költő Sylvia Plath önéletrajzi regényéről, az Üvegbúráról. Ez az 1963-ban megjelent regény mind a mai napig akkora kultuszmű, hogy hát nagyon remélem, hogy a videó eljutatja a csatornát olyanokhoz is, akik adott esetben eddig nem ismerték vagy nem nézték. És külön nekik mondom, hogy a csatornára egy ideje felkerülő videók most már egy ideje mind olyan művekről szólnak, amelyek előzetesen terítékre kerültek a Négy Falon Túl Olvasókörben. Mi a Négy Falon Túl Olvasókör? Az olvasókör ellentétben ezzel a csatornával nincs bezárva az online térben, nincs négy fal közé zárva. Ez egy személyes olvasókör, én tartom Budapesten, meghatározott csoportokkal, meghatározott időpontokban, és az a lényeg, hogy havi egyszer találkozunk, és havi egy nagy világirodalmi klasszikust közösen elolvasunk, és szételemzünk hosszú órákon keresztül. Egyébként van egy online csoportunk is, akikkel a Zoom-on találkozunk, úgyhogy nincs helyhez kötve a dolog, de az az elgondolás, hogy az itt átbeszélt regényekről utólag én mind videót készítek ide a csatornára, és idén már ebben a rendszerben készült videó Caminek a közönyéről, Bulgakovnak a Mester és Margaritájáról, Hermann Hessének a pusztai farkasáról, illetve a legutóbbi olvasmányunkról, a júniusi olvasmányunkról, amely nem más volt, mint a Szép Remények Charles Dickens-től. Az olvasókörben most nyári szünetet tartottunk, de az évad még nem ért véget, mert egy évad az 6 könyvből és 6 hónapból áll. Ez azt jelenti, hogy még találkozunk szeptember végén és októberben, hátra maradt még a Rózsa neve Umberto Eco-tól, illetve az évadzáró olvasmányunk a Szép új világ Aldous Huxley-tól. Úgyhogy, hát hogyha bárki beugrana ezekre az alkalmakra, az írjon rám, valahogy megoldjuk. De a lényeg, hogy tervben van, hogy a következő évadot elindítjuk novemberben, úgyhogy legyetek résem. Ráadásul, és ez most nagyon friss info, elég valószínű, hogy indítani fogok egy párhuzamos olvasókört októbertől, és ezt értelemszerűen szeptemberben fogom meghirdetni a napokban, úgyhogy ha bárki érdeklődik, az most nagyon legyen résen. Mindezt csak azért mondtam el, mert az Üvegbúrát még az előző évadban, még a második évadban olvastuk idén februárban, és ez az első alkalom, ez egy történelmi alkalom, ahol egy korábbi olvasmányról, egy ilyen régen átbeszélt olvasmányról készítek videót, még sosem sikerült, hát úgy szólván a hideg vasat ütve elkészíteni utólag a videót, úgyhogy innentől kezdve minden like, comment, feliratkozás és hozzászólás rituálisan küldi nekem az energiát és a motivációt, hogy szépen lassan, visszamenőlegesen elkészítsem azokról a művekről és a videóimat, amelyekkel még tartozom. Úgyhogy ne fogjátok vissza magatokat. Még egy fontos technikai info, mielőtt belevágunk, mint minden videómnál, most is a szóban forgó könyvet meg lehet nyerni, mert kisorsolom a videó nézői között, azok között, akik részt vesznek a nyereményjátékban, úgyhogy meg lehet nyerni az Üvegbúrát, akár ebben a Helikon zsebkönyves kiadásban, akár angolul, ez most egy új dolog lesz, úgyhogy figyeljetek,
Úgyhogy ha valaki részt akar venni a nyereményjátékban, kövesse a négy fal között olvasókört, akár Facebookon, akár Instán, mert oda szoktam kitenni a nyereményjátéknak a részleteit, illetve nézzétek végig ezt a videót, mert arra szükség lesz a játékhoz. Úgyhogy ennyi, de vágjunk is bele! Az Üvegbúra a világirodalom egyik leghíresebb regénye. És itt pontot is tehetnénk a mondat végére, de mi tegyünk inkább kettős pontot, mert ezt az állítást nagyon sokféle szinten lehet értelmezni. Ugye az Üvegbúra egyrészt a modern amerikai irodalom egyik legfontosabb regénye, ugyanakkor a 20. század egyik leghíresebb regénye is egyben, ráadásul az egyik leghíresebb és legfontosabb regénye a világirodalomnak, amelyet egy női szerző írt. Ezeket az állításokat önmagukban is ezerféleképpen lehetne tovább gondolni, de az Üvegbúra kultuszához ugyanúgy hozzátartozik, hogy ennek a könyvnek is van egy olyan háttértörténete, mint például az Abhegyezőnek Salingertől, vagy a Mester és Margaritának Bulgakovtól. Ezekre a könyvekre mind egyfajta hírhedt olvasmányként gondolunk. Ugye a Abhegyezőnél sokan ismeritek a sztorit, hogy ezt a könyvet találták meg John Lennon gyilkosának a zsebében, vagy a Mester és Margaritánál a videóban is elmondtam, hogy mennyi minden járult hozzá ennek a regénynek a kultikus aurájához, hogy a szerző többször elégette a kéziratot, betiltották, nem érte meg a regénynek a befejezését, meg például a felesége csempészte át állítólag az alsó neműjében a kéziratot a határon, stb. Stb. Szóval vannak ilyen hírhedt könyvek, és hát sajnálatos módon az Üvegbúra sem kivétel, mert ennek a regénynek az olvasására az vett árnyékot, és nagyon nehéz szabadulni tőle mind a mai napig, hogy Sylvia Plath, miután megírta ezt a regényt 1963-ban, ezt az önéletrajzi könyvet, egy hónappal a megjelenése után már elvált két gyerekes anyukaként fogta magát, bedugta a fejét a gázsütőbe, és öngyilkos lett. Aki régebb óta nézi a videóimat, az tudja, hogy nem igazán vagyok az életrajzok, meg az életrajzi megközelítések rajongója, úgyhogy Sylvia Plath életéről sem fogok többet beszélni a videóban. Akit érdekel, egyébként az olvasókköröseim mesélték nekem, hogy létezik egy magyar nyelven is elérhető tanulmánygyűjtemény, talán az a címe, hogy a képzelet kockázata, amelyben különböző írásokat gyűjtöttek össze Sylvia Plathnek a betegségéről, úgyhogy ha valaki ebben szívesen vájkálna, annak ajánlom szeretettel. De a nagy kérdés az az, hogy mi az Üvegbúra máig tartó népszerűségének a valódi oka. Ezen én is sokat gondolkoztam, és sokan kérdezték is tőlem az olvasókörben, és szerintem, hogyha erre a kérdésre akarunk választ kapni, akkor nem lehet mással kezdeni, mint az elbeszélői hanggal, azzal a jellegzetes hanggal, amelyen ennek a történetnek a főszereplője, ez a 19 éves amerikai lány Esther Greenwood megszólal. Mert ez a regény E/1-ben van elmesélve, ráadásul egy olyan karakter szemszögéből, aki nagyon be van zárva a saját fejébe és a saját gondolataiba, ezért a regénynek az olvasása olyan, mintha ténylegesen belépnénk az ő fejébe. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy az Üvegbúra egy hangközpontú regény. Elválaszthatatlan a főszereplőnek a hangjától és a megszólalás módjától. A regény maga a főszereplő, az Üvegbúra maga Esther Greenwood. Ugyanúgy összeforrt a történet és annak az elmesélője, mint az Abhegyező Holden Caulfielddal, a Közöny Mörszóval, vagy éppen a Sorstalanság Köves Gyurival. Ez nem minden E/1-ben elmesélt regényre igaz, de ezekre mindenképpen. Amikor ezekre a regényekre gondolunk, akkor ezeket a történeteket automatikusan a főszereplővel, és még inkább ezeknek a főszereplőknek az elbeszélői hangjával azonosítjuk. De ha már főszereplő és ha már elbeszélői hang, akkor nézzük meg, hogy milyen karakter is ez az Esther Greenwood valójában. Ugye az 50-es évek Amerikájában vagyunk, a főszereplő pedig ez a 19 éves lány, aki Bostonból, egy nagyon védett és nagyon zárt kertvárosi közegből egyszer csak egy ösztöndíjnak köszönhetően felkerül Manhattanbe, ahol egy nagyon menő női divatlapnak lesz az újságíró gyakornoka. És ami nagyon feltűnő már itt a regény elején, az az, hogy Esther mindvégig egy kívülálló karakter, aki nem tud beilleszkedni a többi gyakornoklány közé, nem találja a helyét New Yorkban, és összességében nem tud mit kezdeni abban a szerepben,
amelybe ennek az ösztöndíjnak köszönhetően került. És ez mind szép és jó, és majd a történetről beszélünk részletesen is. Ugyanakkor az első dolog, amire felfigyelünk Eszterben, az első dolog, ami szemet szúr nekünk, az a nagyon jellegzetes hang, amelyen ez a karakter megszólal. Ugye ez egy nagyon markáns, nagyon ironikus, nagyon szarkasztikus, nagyon flegma, és bizonyos értelemben nagyon cool hang. Eszterben megvan a kívülállóknak, meg a különcöknek a vagánysága és karizmája, ami miatt szerintem nagyon így könnyen lehet vele azonosulni, vagy legalábbis elfantáziálni azon, hogy valószínűleg remélhetőleg mi is ilyen menők vagyunk, vagy legalábbis jóban lennénk Eszterrel. És nagyon szórakoztató azokat a fanyar, pikírt megjegyzéseit olvasni, amelyeken keresztül hát véleményt alkot a körülötte lévőkről. Buddy Willard a Yale-re járt, de most, hogy belegondolok, az volt a baja, hogy ostoba volt. Jó, persze, valahogy sikerült jó jegyeket szereznie és felszedni azt a szörnyű kis pincérnőcskét Cape Codon, már a neve is Gladys, de egy szikrányi fantázia sem szorult belé. Esther Greenwood nagyon szellemesen űz viccet azokból, akikkel találkozik, legyenek azok férfiak vagy nők, fiatalok vagy felnőttek. Ez a gúnyos, bíráló hangnem, mint egy torztükröt tart a felnőttek világának, vagy a társadalomnak, vagy az intézményrendszernek. Azt nem mondom, hogy lázad ellenük, mert arról majd beszélünk, hogy miért nem egy cselekvő karakter. Mindenesetre az attitűdjében van valami szarkasztikus, flegmatikus ellenállás a, hát mondjuk azt, hogy a rendszerrel szemben. És Eszter alakja, legalábbis számomra, itt kapcsolódik össze Holden Caulfieldével az Abhegyezőből. Ugye Holden Caulfield az 50-es évek irodalmának az az emblematikus alakja, aki megtestesíti mindazt az elégedetlenséget, ellenszegülést és lázadást, amelyet a fiatalok generációja érzett a felnőttek generációjával szemben. Ugye azzal a generációval és azzal a világképpel szemben, amelynek többek között a II. Világháború borzalmait tulajdonították. És ugye a történet alapja az, hogy Holden Caulfieldot elbocsátják a bentlakásos iskolából, és amikor a téli szünetre haza kell térnie, és hát tulajdonképpen el kellene mondani a szüleinek, hogy mi történt, ő ahelyett elkezd kóvályogni Manhattanben, és mindenféle várótermekben, meg parkokban, meg mozikban üti el az időt céltalanul. Ugye abba a világba, amelyet a felnőttek generációja képvisel, már nem lehet hazatérni, mondja az abhegyező, és ez az otthontalanság és elidegenedés az egy egész generáció életérzését fejezi ki. Mindezek alapján tehát Esther Greenwood és Holden Caulfield, minthogyha egymás nem is annyira távoli unokatestvérei lennének, mind a ketten ezt a generációs elégedetlenséget vagy ellenérzést testesítik meg a maguk passzív lázadásával, vagy ironikus, flegma hanghordozásával. A különbség csak annyi, hogy Esther Greenwood története az üvegbúrában ráadásul egy női sorsot jelenít meg. Azt mutatja be, hogy itt van egy karakter, hasonlóan a zabhegyező hőséhez, aki ugyanúgy nem tud, vagy nem akar beilleszkedni a társadalomba, szkeptikus a rendszerrel szemben, megvan mindenkiről a véleménye, ráadásul van egy nagy adag szorongás is a nyakában, ráadásul még nőnek is született. És hogyha valamennyire ismeritek az 50-es évek Amerikáját, akkor tudjátok, hogy ez az időszak azoknak, akik nem igazán, nem könnyen illeszkednek be abba a szerepbe, amelyet a társadalom kijelölt számukra, hát nem egy leányálom. Haha. Ha csak rákerestek arra, hogy 50s housewife, egyből látjátok, hogy mi volt ennek a kornak és társadalomnak az elvárása a nőkkel szemben. Ugye, legyen tökéletes a haja, a ruhája, a sminkje, legyen csinos, legyen szexi, legyen kedves, de mindezek előtt tudja, hogy a helye a konyhában és a hitvesi ágyban van, ahol az elsődleges feladata a férje kiszolgálása. És akkor itt rá is térek arra, hogy szerintem mitől olyan kultikus, és mitől olyan releváns az üvegbúra mind a mai napig, mert bár nekem nem okoz olyan nagy nehézséget beleképzelnem magam egy 50-es évekbeli amerikai háziasszony szerepébe, ó, azok a Tupperware partik,
mai fejjel szinte lehetetlen felfogni, hogy milyen katartikus, milyen forradalmi és milyen felszabadító lehetett ezt a könyvet olvasni kifejezetten nőként. Mert Esther Greenwood karaktere és hangja az 50-es években is és ma is kifejezi azoknak a nőknek a sorsát és mindennapos tapasztalatát, akik bár ki van jelölve a szerepük társadalmilag, ők ebbe a szerepben nem tudnak beilleszkedni. Mert lehet, hogy karrierről, művészi pályáról, sikerről, vagy bármilyen önmegvalósításról álmodoznak, továbbra is sok esetben náluk sokkal gyengébb képességű, vagy ostobább férfiak szólítják őket Honey-nak, meg Baby-nek, meg mindenféle szörnyűségnek, akár a leghivatalosabb kontextusban is. És Esther Greenwood a szememben ennek a tapasztalatnak az emblematikus alakja, annak, hogy itt egy fiatal lány, aki csinos, okos, szorgalmas, még humora is van, és állandóan el kell tűrnie azt, hogy fiúk, férfiak, meg hogy ne legyünk ennyire gender szempontúak, adott esetben idősebb nők is tudálékosan meg akarják mondani neki, hogy mit gondoljon, hogyan éljen, mit csináljon, és általánosságban úgy kezelik, mint valakit, akinek el kell magyarázni az élet dolgait, úgy, és ez is hozzátartozik az Esther Greenwood képlethez, úgy, hogy ő közben már fejben legbelül rég kimondta róluk a saját személyes ítéletét. Csak hogy megadjam az alaphangot, és illusztráljam Esther frusztrációjának a légkörét, itt van két random idézet a könyvből. Felvittem a fizika könyvet a koliszobámba. Házilag sokszorosított, hatalmas munka volt porózus papíron, téglapiros kartonkötésben. 400 oldal, rajzok és fényképek nélkül, csupa diagram és képlet. A könyvet Mr. Menzi írta, hogy megértesse a diáklányokkal a fizikát, és ha rajtunk bevált, megpróbálja majd kiadatni. Buddy apja tanár volt, és azt hiszem Buddy maga is nyugodtan tanárnak mehetett volna, mert folyton magyarázni próbált nekem valamit, állandóan új dolgokra akart megtanítani. Most mondanám, hogy ezek az idézetek a mansplaining illusztrációi egy olyan korból, amikor ugyan a kifejezés még nem létezett, maga a jelenség bőven ismert volt már, de óvatos vagyok ezzel a kifejezéssel, mert hát pont az üvegbúra példázza azt, hogy nem csak férfiak, hanem nők is vannak, akik a tudálékosságukkal megkeserítik Eszternek a dolgát. És itt egy fontos adalék, mert amikor azt mondtam, hogy Esther Greenwood gúnytűz a körülötte lévőkből, nevetség tárgyává teszi őket, vagy érezteti a szellemi és stílusbeli fölényét másokkal szemben, és ilyen értelemben torztükröt tart a társadalomnak, akkor ez nagyon fontos leszögezni, hogy mindezt valójában csak gondolatban teszi. Nyíltan, nagyon ritkán hallatja a hangját, a véleményét szinte soha nem mondja annak a szemébe, akinek szánja, és ilyen értelemben ő egy passzív karakter, egy olyan karakter, akinek megvan a véleménye, és megvannak a gondolatai, de ezeket nem tudja artikulálni. És szerintem ez is az Esther Greenwood képletnek a része, amellyel mind az 50-es években, mind a mai napig nagyon sok nő tud azonosulni, hogy okosabb vagyok, szellemesebb vagyok, mint azok a férfiak vagy nők, mindegy, akik nekem magyaráznak, és ezt a tiltakozásomat, ezt mégsem tudom kimondani, mégsem tudom az arcukba vágni, mert nincs meg hozzá az erőm, vagy nincsenek meg azok a társadalmi keretrendszerek, amelyek ezt lehetővé tennék. És persze, hogyha eljutottunk erre a pontra, akkor most már nyugodtan kimondhatjuk, hogy Esther Greenwooddal és a történetével természetesen nem csak nők tudnak azonosulni. Mert majd látni fogjátok a videóból is, meg hogyha olvastátok a regényt, akkor tudjátok, hogy így visszamenőleg akár nevezhetjük az üvegbúrát egy feminista könyvnek is, hogyha nagyon fel akarunk címkézni dolgokat, de az biztos, hogy az üvegbúra nem csak feminista könyv. Mert lehet, hogy Esther Greenwood kifejezetten női problémákkal szembesül, de a karakterének a leglényege az pont ez a folytogató, szorongó, bezárt állapot, ez a köztes állapot aktivitás és passzivitás között. Az, hogy van egy nagyon gazdag belső világom, ami egyre csak tágul és tágul végtelenül, miközben van egy olyan külső mozgásterem, ami meg folyamatosan szűkül.
és aki átélte ezt a helyzetet, vagy volt már ilyen helyzetben, az át tudja érezni ennek a karakternek a dilemmáját, függetlenül attól, hogy milyen korba és milyen nembe született. Ha visszagondoltok, akár a közönyre, akár a Mester és Margaritára, akár a szép reményekre, akkor tudjátok, hogy ebben az évadban el vagyunk kényeztetve erős kezdőmondatokkal, és szerencsére ebből a sorból az Üvegbúra sem kivétel, amely, figyeljétek, ezekkel a hírhedt sorokkal indul. Furcsa, füllett nyár volt, azon a nyáron ültették villamosszékbe Rosenbergéket, és nekem fogalmam sem volt, mit keresek New Yorkban. Nem bírom a kivégzést. Már a gondolatától is rosszul leszek, hogy az emberbe áramot vezetnek, már pedig az újságok másról sem beszéltek. Kidüllett szemű főcímek meredtek rám minden utcasarkon, minden dohos, földi magyarországú metró lejárónál. Semmi közöm az ügyhöz, mégsem tudtam szabadulni a gondolattól, milyen lehet, amikor a tűszúrás végfut az idegeken, és elevenen elégetik az embert. Itt vagyunk az 50-es évek New Yorkjában, ahol egy fiatal lány a tehetsége révén bekerül egy menő divatmagazinnak a szerkesztőségébe, kinyílik előtte a világ, partiról partira jár, hírességekkel találkozik, szakmai gyakorlatot szerez, elhalmozzák mindenféle ajándéktárgyakkal, divatos ruhákkal, sminkészlettel, mindenféle divatkiegészítővel. Szóval akár az álom luxus kivitelben világában is lehetnénk. Azonban Esther Greenwood történetének az elején hát nem ilyesmiről olvasunk, hanem a Rosenberg házaspár elleni koncepciós perről, kivégzésről, villamosszékről. Mindezt egy olyan történetben, amely egy 19 éves lánynak a fejlődés történeteként indul. Minimum gyanús. Mi minden meg nem történhet ebben az országban, mondogatták. Itt egy lány, 19 évig él valami Isten háta mögötti városban, olyan szegény, hogy még egy magazint se tud megvenni magának, és akkor egyszer csak ösztöndíjjal bejut a legjobb iskolába, sorra nyeri a díjakat, és végül úgy tartja kezében egész New Yorkot, akár autója kormányát. A baj csak az, hogy én nem tartottam a kezemben semmit, még önmagamat sem. Szállodámból elbukdácsoltam a munkába, az estélyekre, az estélyekről vissza a szállodába, onnan megint munkába. Akár egy zsibbadt trolibusz. Gondolom engem is szét kellett volna vetnie az izgalomnak, mint a lányok többségét, de semmiféle reakcióra nem tudtam rávenni magam. Egészen üresnek és mozdulatlannak éreztem magam, akár egy tornádó magja, ahogy csak sodródik Kábultan a körülötte tomboló pokoli zűrzavar közepén. Ugye nézzük, a tornádó magja. Egy zsibbadt trolibusz. Üresnek éreztem magam. Sodródtam Kábultan. Ugye ezekkel a kifejezésekkel írja le Esther a saját állapotát, és így már is kapunk egy képet arról, hogy milyen lelki állapotban van ennek a történetnek a főszereplője. Ugye valaki, aki Kábultan, érzelemmentesen bolyong ebben a közegben, nem tud sehova kapcsolódni, nem tud semmihez kötődni, nem tud semmiféle érzelmi reakciót kiváltani magából, és az is egy visszatérő képe ezeknek a jeleneteknek, hogy Esther úgy van ott, egy beszélgetésben, egy estélyen, egy bárban, vagy bárhol emberek között, ahol ott van testileg, de valójában nincs ott. Nincs jelen. Ott van, de még sincs. Olyan ez, mintha Párizst egy távolodó expresszvonat leghátsó fülkéjéből néznénk. A város másodpercről másodpercre kisebb és kisebb lesz, nekünk mégis az az érzésünk, hogy mi magunk leszünk egyre kisebbek és kisebbek, egyre magányosabbak és magányosabbak, ahogy 1000 km/h sebességgel suhanunk tova minden fény és kavalkád forrásától. És ennek a helyzetnek az a pszichológiai fonákja, hogy Esther közben tudja, hogy papíron jól kellene éreznie magát. Kiváltságos helyzetbe került, mások irigykednek rá, büszkének kellene lennie magára, ugyanakkor mégsem érez semmit, és ez csak még jobban frusztrálja, és még jobban összezavarja. Ugye, hogyha boldognak kellene éreznem most magam, akkor miért nem érzem ezt? Ugye, mi a baj velem? És számomra az a kulcsmondat, amikor azt mondja, hogy nem tartottam a kezemben semmit, még önmagamat sem. Mert hogyha innen nézzük, akkor már is látjuk, hogy Eszternek ez a szarkasztikus humora, meg fanyarsága, meg bíráló hangneme,
az valójában egy önvédelmi mechanizmus, egy saját maga köré növesztett burok, egy olyan személyiségnek az önvédelmi mechanizmusa, aki valójában nem a világgal, hanem önmagával áll hadilában. És ezen a ponton azok, akik látták a legutóbbi videóimat, már is mondják, hogy na, helyben vagyunk, mert itt látszik, hogy az üvegbúra is ugyanúgy egy énkeresési odüsszeia, vagy egy purgatóriumi alászállás az én, a személyiség, az identitás megtalálásáért, mint például ugye már az említett zabhegyező volt, de akár a saját videóim közül is ide kívánkozik, például a pusztai farkas, ahol egy hasadt személyiség próbál el valamiféle egységhez jutni, vagy a legutóbbi szép remények, ahol a 19. századi szereplő a társadalmi felemelkedésen keresztül próbál el eljutni önmagához. Persze ezek, ugye a zabhegyező kivételével mind nagyon más hangszerelésű történetek, de a tétjeik szinte azonosak. Ugye adott egy főszereplő, aki viaskodik önmagával, keresi az énjét, keresi az identitását, próbálja kibékíteni azt a feszültséget, ami közte és a világ között áll, és Esther Greenwoodnak is valami hasonló a dilemmája, az, hogy lát mintákat maga körül arra, hogy hogyan élhetné az életét, lát utakat, hogy merre indulhatna el, de egyikkel sincs kibékülve, egyiket sem érzi a sajátjának, és ott van egy nagy légüres térben, és ráborul ez a szorongás. Bontsuk elemeire, hogy melyek Esther szorongásának a forrásai, mert ez az önmagával kapcsolatos bizonytalanság, ez nagyon sok szinten megjelenik a regényben, és az első szint az elég magától értetődő, ugye megint csak mondom, itt egy 19 éves lánnyal van dolgunk, aki kezd felnőni, kezd elindulni az útján a világban, felteszik neki a kérdést, és felteszi magának a kérdést, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és fokozatosan ráébred, hogy erre a kérdésre egyáltalán nem olyan könnyű választ találni. Van egy gyönyörű passzus, ahol Esther a szerkesztőségben azzal az idősebb szerkesztőnővel beszélget, akire egyfajta példaképként tekint, és ez a szerkesztő felteszi neki a kérdést, hogy miután véget ér az ösztöndíjas időszaka, mihez kezd magával? Ugye, életünk nagy kérdései. Mi a terve, mihez kezd, ha végez? A fejemben mindig úgy képzeltem, hogy valami nagy ösztöndíjjal felvesznek az egyetemre, vagy valamiféle támogatással Európában tanulok majd, utána pedig egyetemi tanár leszek, és verses köteteket írok, vagy valami szerkesztőféleség leszek, és amellett írom majd a verses köteteimet. Általában ezek a terveim ott voltak a nyelvem hegyén. Nem is tudom. Hallottam a saját hangomat. És egészen beleborzongtam a hallatán, mert amint kimondtam, egyből tudtam, hogy igaz. Igaznak hangzott, és én ezt felismertem, úgy, ahogy egy jellegtelen valakit felismerünk, aki örökké a házon körül ólálkodott, és egyszer csak fogja magát, becsönget, és közli, hogy ő az apánk, és tényleg pont úgy néz ki, mint mi, és tudjuk, hogy nincs kétség, ő az apánk, és az az ember, akit egész életünkben az apánknak hittünk, közönséges csaló. Nem tudom ki, hogy van vele, én nem tudom megunni Sylvia Plathnek a hasonlatait. Szerintem számomra a top 5 szerzőben van azok közül, akiket én ismerek, és a hasonlat alakzatának a mesterei. Ugye nem véletlenül valójában egy költőről van szó, aki csak úgy mellékesen megírta ezt az önéletrajzi regényt, és szerintem egy külön videót tudnék csak abból tartani, hogy mennyire gyönyörűen van megírva ez a regény, de térjünk vissza az elemzéshez. Szóval miről szól ez az idézet? Ugye arról, hogy vannak elképzeléseink arról, hogy mik szeretnénk lenni, meg kik akarunk lenni, és ezeket az elképzeléseket, amelyeknek hát sok valóság alapja nincs, dédelegetjük magunkban, és már kész válaszokként őrizzük, hogyha bármikor megkérdeznek minket, akkor automatikusan kiköpjük magunkból, mint egy ilyen gyorsfagyasztott megoldások az életünkre, és aztán egyszer csak az a tudat, az a szembesülés, hogy valójában nem tudjuk, hogy mik akarunk lenni, és akkor jön a hasonlat, úgy érkezik, mint egy vadidegen, aki az apánként mutatkozik be, és mi ráismerünk, hogy ő tényleg az apánk, magyarul ráismerünk, hogy tényleg nem tudjuk, hogy mik akarunk lenni, és innentől kezdve az összes eddig dédelgetett tervünk
azok hát hamis apaként, csalásként lepleződnek le. Gyönyörű. És akkor abba bele sem megyek, hogy milyen szépen szövi bele ebbe a hasonlatba Sylvia Plath az apátlanságnak a témáját, ami szintén egy központi témája a regénynek. Szóval ezen az első szinten Esther tanácstalanul áll a jövője előtt, és szorong attól, hogy valójában nem tartja a kezében a saját sorsát. Az egyik terv a másik után ugrált át a fejemen, akár egy eszement nyúl család. Éveim úgy jelentek meg a szemem előtt, mint útmentén drótokkal összekötött telefonpóznák. Számolni kezdtem. 1, 2, 3. Összesen 19 ilyen pózna volt, azután a drótok már csak a levegőben himbálóztak, és akárhogy igyekeztem, a 19. után nem tudtam felfedezni egy árva póznával se többet. Szerintem ezzel az állapottal mindenki tud azonosulni, aki volt már 17, 18, 19 éves, de szerintem az üvegbúra történelmileg is nagyon érdekes abból a szempontból, hogy nagyon szépen leképezi azt a kifejezetten a korra jellemző szorongást, amely elfoghatta azokat a nőket, akik ebben az időszakban élték át ezt a életkort. Mert az 50-es évek nagyon érdekes abból a szempontból, hogy egyrészt még megvannak a régi világnak a struktúrái, amelyben ki voltak jelölve a nőknek a szerepei, ugye házasság, háziasszony lét, anyaság, gyereknevelés, stb. Ugyanakkor már el is kezdtek fellazulni ezek a struktúrák, és megnyíltak új utak a nők előtt, ugye továbbtanulás, művészi pálya, vagy magasabb beosztás a munkahelyeken. Szóval megindult a nők egyenjogúságának a folyamata, és ezt nem vagyok társadalomtörténész, úgyhogy nem tudom, hogy valamelyest ez részben köszönhető annak, hogy ezt ugye a II. Világháború időszaka előzte meg, ahol még a férfiak távol voltak és harcoltak, addig a nőknek kellett átvenniük egy csomó olyan munkát, amelyet előtte nem tölthettek be. Szóval egy nagyon köztes időszak ez, és ha így ebbe belegondolunk, akkor átérezzük azt, hogy ekkor, ebben a korszakban átélni ezt a pályaválasztási dilemmát, meg a felnövést, meg a jövővel való szembesülést nőként, az nagyon összezavaró lehetett. Ugye, mi az, amire vágyakozhatom? Mi az, ami reális cél? Mi az, ami nyitva van előttem, és mi az, ami valójában csak illúzió? És szerintem ez nagyon összezavaró lehetett a korabeli nők számára, vagy hát nem tudom, lehet, hogy ez mind a mai napig összezavaró. De ha tovább lépünk Esther bizonytalanságának a második szintjére, akkor látjuk, hogy ez a művészi önmegvalósításhoz kapcsolódik. Mert itt nem csak arról van szó, hogy egy olyan lánynak a bizonytalanságával és szorongásaival szembesülünk, aki nem tudja, hogy mi leszek, ha nagy leszek, hanem itt kifejezetten egy művészi ambíciókat dédelgető, egy alkotói karrierre vágyó nőnek az 50-es évekbeli dilemmáival szembesülünk, mert hogy Esther nem igazán tudja, hogy mi akar lenni, de az minden opcióban egy közös pont, hogy tudja, hogy verseket akar majd írni, tudja, hogy az irodalommal akar foglalkozni, és akkor innentől kezdve jönnek a jól ismert kérdések, hogy hol kezdjem egyáltalán, miből fogok megélni, vagyok-e egyáltalán elég tehetséges, ugye ezeket jól ismerjük, és innentől kezdve Esther különböző jónak vélt stratégiák megvalósításába kezd, és ezeket Sylvia Plath szándékosan komikusra színezi. Ugye van egy jelenet, ahol hát Esther azt gondolja, hogy ahhoz, hogy jó író legyen, el kell olvasni a világirodalom leghírhettebb és legnehezebb olvasmányát, ugye James Joyce-nak a Finnegan ébredését, és akkor olvassa azokat a hosszú, értelmezhetetlen mondatokat, és bealszik rajtuk, meg be akar kerülni egy jó iskolába, és akkor látja, hogy a felvételi követelmények között ott van az, hogy tudni kell óangolul, és akkor elmegy tőle a kedve, meg erőn felül teljesít a kémia órán, és megpróbálja lekenyerezni a kémia tanárt, hogy ne kelljen bejárnia a következő fél évben, szóval bemutat mindent Sylvia Plath, ami ismerős lehet azoknak, akik a művészi pályával kapcsolatos dilemmákkal szembesülnek. Szóval
Eszterben egyszerre van meg az általános bizonytalanság, ami mindenkiben benne van, aki a felnőtt kor küszöbén áll, de ugyanúgy rárakódik az a bizonytalanság is, amit mindenki ismer, aki művészi pályára készül. Hogyan is írhatnék én az életről, amikor még nem volt viszonyom, nincs gyerekem, nem láttam meghalni senkit? És akkor Eszter bizonytalanságát ráadásul tetézi az, hogy, és szerintem ezt is nagyon jól ismerik azok, akik alkotói ambíciókkal rendelkeznek, hogy a külvilág, ugye itt elsősorban Eszternek az anyja, nem igazán érzi át a problémának a súlyát, és azt a nagyon gyakorlatias, logikus tanácsot adja neki, ami egyáltalán nem volt rendkívüli a korban, hogy hát tanuljon meg gyorsírni, mert akkor elmehetne irodákba dolgozni, és azért az mégiscsak egy biztos állást jelentene. És ez megint csak rávilágít azokra a feszültségekre, hogy mi az, amire Eszter vágyik, és mik azok a lehetőségek, amelyek nyitottak voltak a nők számára a korban. Gyorsírni se tudok. Ez azt jelentette, hogy a főiskola után nem juthatok jó álláshoz. Anyám folyton azt hajtogatta, hogy sehova nem kellek majd az egyszál angol szakommal. De egy angol szakos, aki gyorsírni is tud, az már mindjárt más. Az ilyenért kapva kapnának. Versengenének érte a nagy jövő előtt álló fiatal emberek, és egyik izgalmas levelet a másik után diktálják neki. A baj csak az volt, hogy már a gondolatát is gyűlöltem, hogy bármilyen formában férfiakat kelljen kiszolgálnom. Én magam izgalmasnál izgalmasabb leveleit akartam diktálni. És ez a bizonytalanság és szorongás az egyre csak gyűlik Eszterben, egészen addig a pontig, amíg már teljesen elveszíti a fonalat, és egy általános erőtlenség és bénultság lesz urrá rajta. Ugye visszatérő jelenetek azok, ahol nyúl a telefonért, aztán a levegőben megáll a keze, és nem tudja felvenni a kagylót, vagy beszélni akar, de nem jön ki hang a torkán, vagy meg akar írni egy levelet, de aztán csak valami olvashatatlan krikszkraksz jelenik meg a papíron. És ehhez az általános bénultsághoz, ennek az illusztrálásához számomra ide kívánkozik a regénynek az egyik leghíresebb passzusa, a híres fügefa hasonlat. Olyan ágasbogasnak láttam hirtelen az életemet, mint ezt a novellabeli zöld fügefát. Minden ág végéről kövér, lila fügeként integetett és kacsingatott egy-egy csodás jövő. Az egyik füge férj, boldog otthon, gyerekek, a másik füge híres költő, a következő ragyogó egyetemi professzor, megint egy másik füge E.G., a páratlan szerkesztő, további fügék Európa, Afrika, Dél-Amerika, azután Konstantin, Szókratész és Attila, meg még egy sor más furcsa nevű szerető, mind a legkülönlegesebb szakmákból, és volt egy aranyérmes olimpikon füge is, és ezeken kívül még sok más, amiket nem tudtam pontosan meghatározni. Láttam magam, ahogy ott ülök a fügefa tövében, és éhen halok, pusztán azért, mert nem tudok dönteni, melyik fügéért is nyújtsam a kezem. Mindegyiket akartam, de ha valamelyiket választom, ez azt jelenti, hogy a többit elveszítem, és ahogy ott ültem, tanástalanul habozva, a fügék egyszerre ráncosodni kezdtek, feketedni, és egyik a másik után pottyant le a földre a lábam elé. Ugye egyszer akarom megcsinálni a videót a Nagy Gatsbyről, egyszer akarom megcsinálni a videót az üvöltőszelekről, egyszer akarom megcsinálni a videót a bűnös bűnhődésről, aztán végül egyik sem készül el, úgyhogy most már értitek a dilemmámat. Ugye minden egyes füge egy lehetséges élet, egy párhuzamos valóság, az énben rejlő potenciális jövőknek az egyik megtestesülése, de hogyha nem tudunk dönteni, akkor mindegyik csak illúzió marad, mindegyik csak be nem váltott ígéret marad, és a fügék szépen elrohadnak és lepotyognak a földre. És ugye ennek a döntésképtelenségnek egyszerre lehet személyes oka, hogy nincs ereje Eszternek elindulni egy úton, tudva, hogy a többi lehetőséget így elzárja maga elől, vagy ugye ebből a társadalmi helyzetből következik, hogy megnyíltak utak a nők előtt, és ez a választásoknak a garmadája az sokkolóan hat rájuk, ugye ez a Válasszunk estére filmet a Netflixről esete, de hogyha valaki látta a Pusztai Farkasról készült videómat, az is tudja, hogy az ottani főszereplőnek, Harry Hallernek is az okozta a dilemmáját, hogy az én
lehetséges megvalósulásának, a lehetséges párhuzamos világoknak a végtelensége volt az, ami megbénította őt, és a helyzet hasonló az üvegbúrában is, mert arra mutat rá, hogy sokszor a legnagyobb és legbénítóbb kérdés az az, hogy kik vagyunk, kik akarunk lenni, és kik lehetünk egyáltalán. És ennek a pokoljárásnak, ennek az énkeresési pokoljárásnak van egy harmadik szintje is, mert ezt ennek a kétségei azok nem csak arra vonatkoznak, hogy mi leszek, ha nagy leszek, meg lehetek-e művész, és hogyan, hanem legalább ennyi bizonytalansággal kell szembesülnie a szexualitás terén is. Szerintem nem nagyon kell bemutatnom, hogy a női szexualitás kérdését társadalmi szinten mennyi félreértés és tabu övezi évezredek óta. Nem, ezeket ismerjük, hogy a nők kevésbé élvezik a szexet, meg nincs női orgazmus, meg a menstruáció az valami tisztátalansággal függ össze, meg a nők hűségesebbek, mint a férfiak, szóval kismillió ilyen mítoszt ismerünk. És hát az 50-es évek, amikor az üvegbúra története játszódik, az legalább ennyire érdekes korszak a szexualitás, a női szexualitás és a szexualitás témája kapcsán unblock, mert ugye a régi rendszernek a struktúrái még ott vannak, ezek már kezdenek meginogni, de ugye még nem vagyunk ott. Nem érkezett még el az a szexuális forradalom, ami majd eljön a 60-as évek vége felé. Ugye a szellemet még megpróbálják bentartani a palacban, de ez egyre nehezebb lesz. Ugye a szexuális serdülésnek az időszaka, és ez most nemtől független, az ember életének az a szakasza, amely az egyik legnehezebb és leginkább terhelt kérdésekkel és kételyekkel, és ez különösen igaz akkor, hogyha az ember átmeneti korszakban született, úgy mint Eszter, és ugye Eszter is itt ez a tizenéves kamaszlány, akit legalább ennyire a sok más kételje mellett legalább ennyire nyomaszt a saját szüzessége és a felfedezetlen szexualitása. Szüzességem úgy nehezedett rám, mint egy nyakamba kötött kőkolonc. Olyan hosszú időn át volt iszonyú fontos a számomra, hogy már-már hozzászoktam a gondolathoz. Megvédem minden áron. 5 éve egyfolytában védtem, és most már elegem volt belőle. A világot ugyanis nem katolikusokra és protestánsokra, nem republikánusokra és demokratákra, nem négerekre és fehérekre, de még csak nem is férfiakra és nőkre osztottam, hanem olyanokra, akik lefeküdtek már valakivel és akik nem, és ez volt számomra az egyetlen valóban lényeges megkülönböztető jegy ember és ember között. Meg voltam győződve róla, hogy valami szemmel látható változás történik rajtam, amint átlépem a határvonalat. A regény elejétől kezdve Eszter számára a szüzesség elvesztése, a szexualitás megtapasztalása, na jó, nagyon sterilen fogalmazok, szóval az, hogy végre lefeküdjön valakivel, az szimbolikus jelentőséggel bír. Ugye egyrészt ez az a küszöb, amelyet átlépve azt gondolja, hogy belép a felnőttek világába, ez az önbeteljesülésnek az egyik elkerülhetetlen lépcsője. Ráadásul, ugye ő író akar lenni, olyas valaki, aki képben van a világ dolgaival, aztán egyszer csak szembesül azzal, hogy író akarok lenni, de közben még azt se tudom, hogy a szex vajon mi. A történet fontos szereplője, és egy bizonyos szempontból egy kontraszt karakter Eszter alakja mellett, ez a bizonyos Buddy Willard, az a kamasz fiú, aki hát Eszternek a fiúja, de mondjuk csak az, hogy udvarol Eszternek, és Eszter így immelámmal be is adja a derekát, de nincs igazából elragadtatva tőle, mert Buddyban ezt a tipikus 50-es évekbeli fantázia nélküli amerikai srácot látja, akitől nincs igazából elragadtatva. És Eszter személyiségfejlődésében az egy nagy vízválasztó, amikor kiderül számára, hogy Buddy Willardnek, akit egy ilyen, hát egy ilyen kockafejű buta gyereknek tart, már bőven volt szexuális kapcsolata, míg ellenben neki, Eszternek, aki menő, meg cool, meg nem tudom, még abszolút nem volt.
És Esther és a szexualitás kapcsolatában nagyon érdekes az, hogy Sylvia Plath egy kettős terhet rak a karaktere nyakába, mert egyrészt ott van az, hogy Esther már nagyon szeretné felfedezni a saját szexualitását, nagyon szeretne már végre lefeküdni valakivel és felnőtté érni, kipróbálni a dolgot, másrészt meg ott van az, hogy ez egy szorongást is jelent abból a szempontból, hogy látja a felnőttek mintáit itt az 50-es években, és tudja azt, hogy a szex az szinte automatikusan párkapcsolatot is jelent, a párkapcsolat szinte automatikusan házasságot is jelent, a házasság meg ugye automatikusan maga után vonja a gyerekvállalást és a háziasszony létet, vagyis mindazt, ami Esther vágyainak és ambícióinak a végét jelenteni. És ehhez megint csak van egy gyönyörű passzus. Megpróbáltam elképzelni, mi lenne akkor, ha Konstantin a férjem volna. Ez azt jelenteni, hogy felkelhetek 7-kor, készíthetek neki reggelit, tojást, sonkát, pirítóst meg kávét, pongyolában, hajamban csavarokkal nekiállhatok, hogy elmossam a piszkos edényt és beágyazzak, miután ő már munkába ment, és ha majd hazajön egy mozgalmas, érdekes nap után, várhatom kiadós vacsorával, az estét pedig megint azzal tölthetem, hogy mosogatom a piszkos tányérokat, és végül hullafáradtan zuhanok az ágyba. Márpedig ez siver és elpazarolt életnek tűnt egy olyan lány számára, aki 15 éven át színjeles volt minden tantárgyból, de hát tudtam, ez a házasság. Hiszen Buddy Willard anyja is főzött és takarított és mosogatott reggeltől estig, holott egyetemi tanár volt a férje, ő maga pedig tanárnő egy magániskolában. Mikor egyszer meglátogattam Buddyt, Mrs. Willardot nagy munkában találtam éppen. Szőnyeget szőtt Mr. Willard régi öltönyeinek anyagából. Heteken át bíbelődött a szőnyeggel, megcsodáltam a barna-zöld-kék mintákat, de amikor elkészült a mű, Mrs. Willardnek eszeágában sem volt a falra akasztani, ahogy én tettem volna, hanem egyszerűen odarakta a régi konyhaszőnyek helyére, ahol pár nap alatt úgy bepiszkolódott és kifakult, hogy senki nem tudta volna megkülönböztetni azoktól a rongyoktól, amiket az áruházakban pár centért dobnak az emberek után. És azt is tudtam, hogy bár a férfi az esküvő előtt elhalmozza a nőt mindennel, de hiába a rózsák, a csókok, a pompás éttermi ebédek és vacsorák, később nem akar már egyebet, mint hogy a felesége ugyanúgy kiterüljön a lába előtt, akár Mrs. Willard konyhaszőnyege. Íme Esther félelme. A házasságban a férj elvárja a feleségtől, hogy kiterüljön a lába előtt, mint egy lábtörlő. És azért nagyon szép ez a példa Mrs. Willarddel és a konyhaszőnyeggel, mert bármennyire szerény is ez a metafora, mégiscsak a művészet metaforája, ugye az alkotásé. Ugye ne felejtsük el, hogy Esther a házasságtól nem csak a női identitását félti, meg az autonómiáját, hanem ugye a művészi identitását is. Márpedig Mrs. Willardnek a példája azt mutatja neki, hogy itt az 50-es években a házastársi együttélésben a nő az max szövögethet, és amit elkészít, az nem is egy alkotás, nem is alkotásnak minősül, mert nem kirakják a falra, ahogy Esther szeretné, hanem csak leteríti, és lábtörlő lesz belőle. Ugye az, ami lehetne egy önmagában is értékes alkotás, az egy puszta funkcióra, hát egy elég megalázó funkcióra silányul. Ugye nem kép, amit nézünk, hanem lábtörlő. És ezt a jelenetet ismerjük az ember tragédiájából is, ahol a Falanster jelenetben Michelangelónak az a sors jut ebben a disztopikus társadalomban, hogy széklábakat kell faragnia, és meg van tiltva számára, hogy díszítse azokat, vagy művészkedjen. És akkor erre lehetne azt mondani, hogy jó van Balázs, oké, de azért ne hasonlítsuk már a házasságot egy disztopikus rémálomhoz, és ez oké, de ha csak a regényt nézzük, ha csak az üvegbúrát nézzük, akkor Esther számára ez a kettő mégiscsak összekapcsolódik valahol. Ugye nézzétek meg azt, hogy folytatódik az idézet, és számomra ezek a regénynek talán a legfélelmetesebb mondatai. Arra is emlékszem, milyen bajós, sokatmondó hangon jegyezte meg Buddy Willard, hogyha gyerekeim lesznek, egészen másképp érzem majd magam, és nem akarok többé verseket írni. Ezért kezdtem azt hinni, hogy a házasság és a gyerekszülés valamiféle agymosással ér fel, miután az ember olyan eltumpultan jár fel alá, mintha valamiféle személyre szabott diktatórikus államban élne.
személyre szabad diktatórikus állam. Ugye ne értsétek félre, nem azt mondom, hogy ez a házasság, meg ez az anyaság. Ugye én nem ezt állítom, és nem ezt állítja Sylvia Plath sem, hanem ő csak azt ábrázolja, hogy itt ez a fiatal lány az 50-es években, aki tele van bizonytalansággal, tele van szorongással, és ha a szülői generációjából indul ki, és abból próbál leszűrni valamit, hogy milyen lesz az ő jövője, az teljesen megrémíti. Ráadásul itt van ez a tudálékos Buddy Willard is, aki bármennyire is idióta, azért Esther előtt mégiscsak valamiféle autoritással rendelkezik, hiszen orvostanhallgató, és azt mondja neki, ilyen sokat sejtetően, hogy az a jövő, ami elől Esther nem menekülhet, feleség, anyaság, gyerekszülés, az majd biológiailag sejt szinten fogja őt annyira megváltoztatni, hogy nem vágyik majd arra, hogy azt csinálja, amit most a legjobban szeretne csinálni. Ugye ez a hatalmas félelme, és hát csodálkozunk, hogy kezd becsavarodni. Remélem látszik, hogy Eszternek a félelmei és a szorongásai azok hogyan rétegződnek egymásra. Ugye a nőiségének a megélése, vagy az anyaság, az számára átitatódik ezzel a hatalmi dinamikával. Ugye nem véletlen az, hogy a regényben a legtöbb férfi karakter az orvos, és az sem, hogy Buddy Willard, Esternek a fiúja is orvostanhallgató. Ugye van egy emlékezetes jelenet, ahol Buddy végigvezeti Esthert abban a kórházban, ahol tanul, és megmutatja neki a hullaházat, megmutat neki egy szülést, ráadásul bevezeti valami laboratórium féleségbe is, ahol elvetélt embriók meg halott csecsemők vannak mindenféle üvegtartályokban. És nagyon cselesen van megírva ez a jelenet, mert azt mondja Esther magában, hogy hát még büszke is volt magára, hogy mennyire nem borult ki ezen a helyen. Mégis valahol tudat alatt ez elkezd elraktározódni benne, mert az egész regény folyamán a halott embrióknak, meg a halott csecsemőknek a képe az újra és újra előkerül és kísérti őt. Például a regény vége felé van egy jelenet, ahol Esther a kezébe kap valami baba magazint, vagy nem tudom mit, és bármennyire is egyszerűnek tűnik az a jelenet, érezzük, hogy azokon a szorongásokon keresztül, amelyeken keresztül Esther látja a világot, az egész teljesen horrorisztikusan hat. Idegesen lapozgattam át a baba magazin egy számát. Minden oldaláról kövér, sugárzó arcú kisbabák nevettek rám. Kopasz kisbabák, csokoládébarna kisbabák, Eisenhower fejű kisbabák, kisbabák, akik először fordultak át, csörgőért kapkodó kisbabák, kisbabák, akiket először etettek kanállal, kisbabák, ahogy eltanulják sorban azokat a trükkös kis dolgokat, amikkel lépésről lépésre közelebb kerülnek a felnőttek szorongató, nyugtalanító világához. Beszívtam a gyerektápszer, a savanyú tej, meg a sóshalszagú pólyák keverék illatát, és szomorúnak és elgyengültnek éreztem magam. Milyen könnyűnek tűnik a gyerekszülés a körülöttem lévő nők szemében. Miért csak én vagyok ilyen anyának nem való, miért csak én lógok ki a sorból. De vissza a kórházba, ahol Esther pehére végignéz egy szülést is, de sokkal érdekesebb az, ahogy ő ezt kommentálja. Később Buddy elmondta, hogy a nőt beinjekciózták, így nem érezhetett semmit a fájdalmakból, úgyhogy ha nyögött vagy szitkozódott is, valójában öntudatlanul tette, mert félállomszerű kábulat volt rajta. Arra gondoltam, hogy ilyen szereket csak is férfiak találhattak ki. Itt ez a nő, aki szörnyű fájdalmakat él át, és nyilvánvalóan mindent érez, különben nem nyöszörögne így, de aztán egyenesen hazamegy, és megint teherbe esik, mert az injekciótól elfelejtette, milyen ocsmány dolog is volt a fájdalom, miközben valahol legbelül egész idő alatt arra vár csak a fájdalomnak ez a hosszú, vak, ajtó-ablaktalan folyosója, hogy rányílhasson, bekeríthesse megint. Esther a házasságban és a gyerekvállalásban azt látja, hogy alárendelődik a férfiak hatalmának, és mivel ezek a férfiak a regényben többségében orvosok, egy ilyen steril, hatalmi dinamika itatja át, vagy fertőzi meg a szexualitáshoz való viszonyát, ugye ahhoz a szexualitáshoz való viszonyát, amelyről még azt sem tudja, hogy mi az, és még meg sem tapasztalta, de már is el van rémítve tőle. Ugye ez a férfi tekintet, amely jó esetben ugye nőt, és hát értsétek most ezt jól, szexuális tárgyat kellene, hogy lásson benne, az egy
steril, objektív, vizslató tekintetté válik. De az, hogy Buddy előtt levetkőzzem, hirtelen annyira tűnt vonzónak, mint az iskolai egészségügyi fényképezkedés, ahol anyaszült mesztelenül kellett odaállni a lencse elé, és az ember egész idő alatt tudja, hogy az anyaszült mesztelen képe elől és oldal nézetből bekerül majd az iskola testnevelési aktájába, hogy ott A, B, C és D jelöléssel lássák el aszerint, ki milyen egyenesen tartja magát. Ugye remélem érzitek, hogy Eszternek a szexualitáshoz való viszonya az annyira megfertőződött ezzel a hatalmi dinamikával és szorongással, hogy amikor eljutnak arra pontra Buddy Willarddal, hogy levetkőzhetnének egymás előtt, akkor Eszter ezt úgy éli meg, minthogyha egy iskolai egészségügyi fotózás lenne. Ugye az irodalomban és a kultúrában általában nagy hagyománya van azoknak a történeteknek és mítoszoknak, ahol a nő fél a férfitől, a feleség fél a férjétől. Ugye ennek a mítosznak a pozitív verziói közé tartozik például az Ámor és Psziché történet, vagy annak ugye a modern változata a Szépség és a szörnyeteg. Ugye a nő tart és fél a veszélyes, fenyegető férfitől, de aztán ugye ezen átlendülnek és sikerül megszelítítenie. Meg vannak ennek a történetnek negatív változata is, ugye ilyen például a kék szakáll történet, ahol hát nincs jó megoldása, mert a férj az nem változik meg, az egy szörnyeteg. És ezeknek a mítoszoknak van olyan modern változata is, ahol a férj, a férfi az valamiféle tudós vagy orvos. És ez már is ad egy másik filtert, vagy egy másik fénytörést ennek a történetnek, mert a szerető férjnek a tekintete az átalakul valamiféle fenyegető, vizslató, objektív, steril tekintetté, ami iszonyatosan nagy szorongást idéz elő, és nagyon fenyegető. Ugye a szerető férjből lesz egy, nem tudom, egy őrült nőgyógyász. És én valami ilyesmit érzek ki Eszternek, meg Buddy Willardnek a viszonyában, még akkor is, hogyha ez nem arról szól, hogy Buddy Willard hogy néz Eszterre, hanem Eszter hogyan éli meg azt, hogy rá férfiak tekintenek. És ráadásul ez az egész kap egy twistet, mert ahogy haladunk előre a történetben, és ahogy sokasodnak a pszichiáterek, meg a zárt osztályok a regényben, úgy ez a steril orvosi tekintet, az már nem csak a nőnek a testét tárgyiasítja, hanem a pszichéjét is. Ugye abban most ne menjünk bele, hogy az őrült nő, meg a hisztérikus nő, VS, racionális férfi, az mekkora toposz az irodalom történetben. De itt ugye ennek a kifordítottját látjuk. Azt, hogy van egy tanácstalan és elveszett női tekintet, amely fogódzót keres a világban, és amikor meglátja ezeket a vizslató, objektív, racionális férfi tekinteteket, akkor ebben valamiféle diktatorikus hatalmi rendszernek a képe sejlik fel előtte. Ugye nem? Házasság egyenlő személyre szabott diktatorikus állam. Gyerekszülés egyenlő agymosás. Levetkőzni egy férfi tekintete előtt az olyan, mint levetkőzni egy kamera objektív lencséje előtt, hogy aztán a deszexualizált képeket aktákban iktassák. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy Eszternek a szexuális serdülése, a szexualitás megtapasztalása, az átitatódik valami disztópikus félelemmel. Ugye a csecsemők arca a fejében összemosodik annak az Eisenhowernek az arcával, akinek az adminisztrációja halálra ítélte a Rosenbergéket. És hogyha még emlékeztek, akkor még nem is vagyunk a sok terápiánál, az is jön majd a regényben, de az meg összemosodik majd, ha emlékeztek a regény elején, azzal a villamos székkel, amelyben ezt a házaspárt kivégezték. Én mondtam, hogy ez nem a pöttyös könyvek. És akkor térjünk rá a regény második felére. Erről kevesebbet akarok beszélni, mert hát egyrészt a spoilerek miatt, másrészt szerintem minden, ami itt történik, az valójában csak a kicsúcsosodása mindannak, amiről eddig beszéltem. A
A regény második fele ugyanis Eszter depressziójával foglalkozik. A regény közepén van egy törés, ahonnan kezdve Eszter helyzete, amely hát problematikus volt azelőtt is, de nem sokban különbözött egy átlagos kamaszlánynak a problémáitól, fokozatosan elkezd romlani, majd egyre drasztikusabban romlik, még a végén egészen egy klinikai esetté válik, és a cselekmény is átterelődik mindenféle pszichiátriákba, meg zárt osztályokra. Sokan voltak az olvasókörben, akik jelezték, és ezért gondolom, hogy ez valószínűleg egy általános olvasói tapasztalat, hogy nagyon hirtelen jön ez a törés a regény közepén, sokakat nagyon váratlanul ér ez az átkattanás ott a regény közepén, és hát nem mondom, hogy kritikaként rótták fel a regénynek, de mindenesetre jeleztek valamiféle egyenetlenséget. Na most érdekes módon megint mások meg, szintén az olvasókörben azt mondták, sokan olyanok, akik azt állították, hogy jobban tisztában vannak a depressziónak a klinikai tüneteivel, ők azt mondták, hogy nem, valójában ott vannak már a jelek a regény elejétől kezdve, és tényleg, hogyha figyelmesen olvassuk, és főleg újraolvasásnál, látjuk azokat a markereket, amelyek előrejelzik Eszternek az összeomlását, látjuk azokat a finom hajszál repedéseket, amelyek lassan megjelennek Eszter öntudatán. Vannak konkrét történések, amelyek megingatják, ugye megtudjuk, hogy korán elveszítette az apját, van egy jelenet, ahol majdnem megerőszakolják, van egy jelenet, ahol egyszer csak kidobálja a ruháit a hotelszoba ablakán. Szóval vannak konkrét történések, de számomra érdekesebb az, hogy ez a karakter már a regény elejétől kezdve a mentális instabilitásnak a jeleit produkálja. Például nem tudom, hogy hányatoknak tűnt fel, hogy milyen sokszor történik az, hogy Eszter teljesen váratlanul elsírja magát. És ez nincs igazából hangsúlyozva a regényben. Például a regény elején egy fotózáson, aztán temetőben, mondjuk ott annyira nem meglepő. És van egy jelenet, egy nagyon érdekes jelenet, ahol egy pályaudvaron van, ahol jegyet akar venni, vagy csak információt akar kapni, és ott a jegyárus egyszer csak a párbeszéd közepette megjegyzi, hogy azért még nem kell elbőgnie magát. És akkor mi nézzünk, hogy micsoda ez a karakter most sír, nekünk fel se tűnt. És hogy hát azért nem tűnt fel, mert mindent Eszter mesél nekünk a történetben, automatikusan mindent az ő szemszögéből nézünk, az ő filterén keresztül, és ilyenkor váratlanul érkeznek ezek a feedbackek a külvilágból, hogy ja, amúgy ő itt elsírta magát, teljesen más történik, mint amit gondolunk az ő elmeséléséből, és ilyenkor úgy meginog a bizalmunk ebben az elbeszélőben, és kezdjük érezni, hogy itt valami nem kerek. A lényeg, hogy megvannak a jelei Eszter összeomlásának, de ez a folyamat akkor kezd igazán begyorsulni, amikor véget ér az ösztöndíjas időszaka, visszakerül Bostonba, az anyja házába, a kertvárosba, ráadásul megkapja azt a hírt, hogy abba az íróiskolába, arra, nem tudom, kreatív írás tanfolyamra, ahova beszeretett volna kerülni, nem vették fel. Magyarul elvágták a vágyott jövője előtt az utat. És Eszter otthon ül az anyja házában, és unatkozik, és nem tudja, hogy merre tovább, és elkezd szorongani, és csak hallgatja és látja, hogy a kertvárosi anyukák tologatják az ablak alatt a babakocsiaikat, és kezd becsavarodni. És az olvasó, akinek eddig lehet, hogy fel sem tűnt, hogy ezzel a lánnyal komoly bajok vannak, ugyanúgy egyébként, hogy az anyjának sem tűnt fel, lassan-lassan kezd ráébredni, hogy a helyzet komolyabb, mint gondolta. És innentől kezdve a regény, a depresszió, a szorongás és az öngyilkos gondolatok regényévé válik. Ruhát és hajat azért nem mostam, mert nem láttam értelmét. Hülyeségnek tűnt nekiállni mosni valamelyik nap, csak azért, hogy másnap megint moshassak. Belefáradtam, ha csak rágondoltam. Mindent egyszer s mindenkorra szerettem volna letudni, hogy aztán soha ne kelljen vele foglalkoznom. Ugye egyrészt a cselekmény szinten a külső szemmel látjuk, hogy hogyan veszíti el Eszter a motivációját és minden akarat erejét, másrészt, mivel benne vagyunk a fejében is, látjuk mi, hogy milyen félelmetes képek jelennek meg a fejében a lehetséges jövőjéről. Láttam az év napjait, ahogy felsorakoznak, mint vakító fehér dobozok,
és az egyik dobozt az alvás választja el a másiktól, akár egy sötét, éles árnyék. Csak éppen számomra az egyik dobozt a másiktól elválasztó árnyak hosszú sora kiesett. Ezért aztán úgy fény lett a szememben egyik nap a másik után, majd sorra a többi mind-mind, akár egy fehér, széles, végtelenül elhagyatott országút. Ugye azt szokták mondani, hogy ha egy átlagember belegondol abba, hogy x évben van hátra, akkor azt mondja, hogy te jó ég, milyen rövid az élet, bárcsak meghosszabbíthatnám. Ellenben egy depressziós belegondol abba, hogy még hány éve van hátra, és ő meg pont ellenkezőleg azt mondja, hogy úristen, még ilyen sokat kell szenvednem, még milyen sok van hátra, bárcsak lerövidíthetném. És hát ezt tudjuk, hogy mi a depressziós ember megoldása az élet lerövidítésére. És Esther Greenwood fejében is egyre jobban elszaporodnak az öngyilkos gondolatok, sőt nem csak a gondolatok, mert tényleg megpróbálkozik vele többször is. És ebben nem is akarok belemenni, de érdekes párhuzamként egyébként beugorhat a pusztai farkas, ahol a főszereplő az identitás válsága elől szintén az öngyilkosságba akar menekülni. És voltak éppen elérkeztünk a regénynek a fő metaforájához, mert az üvegbúra képe ezt a depressziót is jelenti, azt a folytogató légkört, amelyben Esther elveszíti minden akarat erejét, és nincs ereje ahhoz, hogy önmaga legyen. Ha Mrs. Ginny történetesen egy európai, vagy világkörüli utazásra szóló jeggyel ajándékozna meg, az sem változtatott volna egy fikarsznit sem a dolgon, mert bárhol üljek is, hajófedélzetén, párizsi vagy bangkoki kávéház teraszán, mindig ugyanaz az üvegbúra borul rám, mindig a saját áporodott levegőmet szívom. Az üvegbúra levegője présbe fogott, moccanni se tudtam. Innentől kezdve ez a regény, ami egy kamaszlánynak a fejlődés történeteként indult, hirtelen bekapcsolódik abba a hát zárt osztályos irodalmi műveknek a hagyományába, mint például a 6-os számú korterem Csehovtól, vagy egy időben közelebbi, szintén amerikai regény, a Ken Kesey-től a Szállak a kuk fészkére. Ugye ezekben a regényekben a főszereplőnek nem csak a saját egyéni válságával kell szembesülnie, hanem a rendszerrel is, azzal a rendszerrel, amely bezárja őket ide, és felcímkézi őket betegként, meg betegnek titulálja őket, és ki akarja vetni őket a társadalomból. És itt Sylvia Plath egy kis teret kap arra, hogy bemutassa ezt a világot, azt a világot, ami annyira nem volt még ismert, és hangot adjon a kritikai megjegyzéseinek is, például, hogy hogyan bánnak a betegekkel az ápolók, hogyan kezelhetik félre az orvosok őket, milyen nehézségekkel szembesül egy női beteg egy férfi orvossal szemben, és akkor ugye a korra jellemző horrorról nem is beszélünk, a sokkterápia, a lobotómia, stb. Nem egy leányálom. Szóval a regénynek van egy ilyen rendszerkritikai éle is, de számomra nem ez az igazán izgalmas, mert itt nem arról van szó, hogy a rendszer vagy a társadalom betegnek bélyegez meg embereket, mint Csehovnál meg Kesey-nél. Nem, itt arról van szó, hogy Esther Greenwood ténylegesen klinikai depresszióban szenved, amelyet orvosilag kell kezelni. És számomra ez az a pont, ahol nagyon izgalmassá válik az, hogy hogyan tudunk beszélni erről a regényről. Itt kinyílnak számomra legalábbis teljesen új dilemmák, úgyhogy ezekről akarok egy kicsit a végén beszélni. Kicsit szabadjára engedem magam, remélem, hogy érthető meg követhető lesz az, amit akarok mondani. Az irodalomban és a mítoszokban a legősibb téma az énnek a válsága és az énnek az útkeresése. Ugye az ember élet útjának felén egy sötétlő erdőbe jutottam, mondja Dante. Meg tengerre kell szállnom, hogy elűzzem a melankóliámat, mondja Ismael a Moby Dickben. De ha innen nézzük, akkor a hamleti idézet is erről szól. Ugye kizökkent az idő, ókárhozat, hogy én születtem helyre tolni azt. Ez is valamiféle énválságról szól. Oké, ezt értjük. Ugye a hősnek egy kalandra kell indulnia, hogy kilábaljon a válságából. Mindenféle akadályokkal kell szembesülnie, és ezeknek az akadályoknak a leküzdése rákényszeríti arra, hogy ő tanuljon, hogy megváltozzon, és eljusson valahova,
a történet végére. Az, hogy hova ez történetenként változik, de a lényeg az az, hogy valami, az akadályok leküzdése eljuttatja őt egy másik énhez, valamiféle változáshoz. Ugye azt mondja, hogy életünk kalandja az önmagunk felfedezése. Ugye ezt szokták a tankönyvekben jellemfejlődésnek nevezni, és a hangsúly nem azon van, hogy megváltozunk, hanem azon, hogy egy válságból indulunk, egy olyan helyzetből indulunk, ahol nem találjuk a helyünket a világban, és problémánk van önmagunkkal, és a történet végére eljutunk egy olyan helyre a saját erőnkből, az akadályok leküzdése által, ahol már önazonosak vagyunk. És ez egy nagy egzisztenciális kaland, ami hát a jobb könyvekben egyszerre egy metafizikai kaland is, mert nem csak önmagunkkal szembesülünk, hanem a világ, a létnek a nagy kérdéseivel is. Ugye ilyen történet a Don Quixote, a Faust, az ember tragédiája, a Karamazov testvérek, a Per, a közöny, az ember tragédiája, végtelenségig lehetne sorolni. Na és itt van a bökkenő, és mindjárt értitek, hogy mi a problémám, mert ugye azt mondtam, hogy ezek a hősök mind valamiféle identitásválságban szenvednek, és ezért indulnak el ezen a kalandon, ezért indulnak el ezen az úton, mert nincsenek rendben önmagukkal. És a probléma akkor kezdődik, amikor mi a modern fejünkkel, a modern pszichológiának az eszköztárával visszamenőleg elkezdjük őket felcímkézni és bekategorizálni, és azt mondjuk, hogy Dante életközepi válságban szenved, Don Quixote-nak paranoid személyiségzavara van, Hamlet depressziós, Macbeth PTSD-s, Gregor Samsa skizofrén, Raskolnikov bipoláris, Meursault-nak a közönyből meg Asperger szindrómája van. Ezt tudjuk játszani a végtelenségig, és csak az egész irodalomtörténeti hagyományunkat kilúgozhatjuk, és egy steril irodalomterápiát kapunk. A hős kalandja egyenlő terápiás kezelés. Az ember élet útjának felén egy sötétlő erdőbe jutottam. Jól van, Dante, jól van, itt ez a tabletta, napi kétszer kell bevenni, sok vízzel, feküdj vissza, ne beszélj itt mindenféle Istenről meg Beatrice-ről, majd ha elkezd hatni a szer, akkor majd beszélünk. Hát nem tudom, én nem ezért iratkoztam be annó a könyvtárba. Azt gyorsan leszögezem, hogy persze, természetesen az irodalomnak nagyon sok köze van a pszichológiához, hiszen mielőtt a modern pszichológia kialakult volna, meg a modern pszichológiának az eszköztára, meg a szakszókincse kialakult volna, azelőtt is voltak pszichológiai rendellenességek, és ezeket nagyon sok esetben éppen a művészet és az irodalom dokumentálta, úgyhogy alapvetően ezzel a megközelítéssel nincsen probléma. Viszont, amit állandóan ismételgetek, és alapvetően nekem csak ennyi a bajom a kizárólagosan pszichológiai megközelítésekkel, az, hogy az irodalom, a jó irodalom az sosem csak pszichológia. Mindig eljut nagyobb kérdésekhez, metafizikai, emberi, egzisztenciális, társadalmi, erkölcsi kérdésekhez, mindig eljut azokhoz a nagyobb kérdésekhez, amelyekre már végső soron nem tudunk választ adni. Csak hogy egy példát mondjak, lehet, hogy Raskolnikov nincs teljesen rendben pszichológiailag, de a bűn és bűnhődésnek a valódi tétje az az, hogy lehet-e embert ölni egy olyan világban, ahol nincs Isten? Vagy lehet, hogy Meursault a közönyből autista, de annak a regénynek is a valódi tétje az az, hogy mit kezd a társadalom valakivel, aki abszolút nem illeszkedik be oda. Az irodalmat nem lehet maradéktalanul pszichológiailag megmagyarázni. Ugyanúgy, ahogy nem lehet maradéktalanul megmagyarázni erkölcsileg, társadalmilag vagy esztétikailag. Ugye ez fordítva is működik. Nem a pszichológiával van bajom, hanem a kizárólagossággal. Ha azt sem mondhatjuk, hogy egy regény csak metafizikai, hiszen nyilván pszichológiai is, hogyha emberi karakterekkel operál. Úgyhogy matematikai értelemben mindig van valami maradék, ami hátra marad, és ugyanígy az üvegbúrára is érvényes az, hogy ha azt mondom, hogy ez a könyv a nők helyzetét mutatja be az 50-es években, azzal egyáltalán nem merítettem ki a regényt, csak leegyszerűsítettem. Vagy ha azt mondom, hogy ez a regény a depresszióról szól, akkor ugyanúgy nem beszéltem egy csomó más aspektusáról. A jó irodalom mindig több, mint az elemeinek a matematikai összege. Na de akkor térjünk vissza Esther Greenwood történetéhez,
mert hogyha ezen a szemüvegen keresztül nézzük, akkor viszont nagyon könnyen a fejemhez lehetne vágni, hogy jó van Balázs, értjük, hogy nem szereted a pszichológiai olvasatokat, bla bla bla, de hát nincs mit csinálni, ez a regény mégiscsak a klinikai depresszióról szól. Ugye a 50-es évekről szól, 60-as évek végén íródott, bőven volt már pszichológia, sőt pszichiátria is, Sylvia Plath a saját önéletrajzi eseményeiből rakta össze a történetet. Nincs mit tenni, ez erről szól, itt nem lehet kikerülni a pszichológiát. És hogyha valaki ezt mondja nekem, akkor azt mondom, hogy hát, ha belegondolunk, akkor tényleg igaza van. Viszont akkor megnézzük meg, hogy mit jelent ez a regény szempontjából, hogyan lesz ebből a regény, hogyan működik ez az egész dramaturgiailag. Hogyan tudjuk ezt az egész depresszió témát átvinni arra a régi sémára, hogy a hős önerőből, akadályokat leküzdve kikerül a saját válságából. És ha innen nézzük, akkor az üvegbúra végkifejletében van valami végtelenül negatív és hátborzongató. Mert lehet, hogy Esther Greenwood a végén kikerül a zárt osztályról, és a depressziója elszáll, és elindul a társadalmi visszaintegrálódásnak az útján, de hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ő mindezt nem önerőből érte el. Ugye a lejtőn elindítja egy elfuserált sokkkezelés, de ebből a depresszióból a végén megint csak egy ezúttal jól kivitelezett sok terápia gyógyítja ki. Ugye mit jelent ez? Azt, hogy a hősnek a kezéből ki van véve a cselekvés, ki van véve az önrendelkezés, és a válságából orvosok, fehérköpenyes, maszkos orvosok gyógyítják és kezelik ki. Most lehet azon rugózni, hogy van-e annak szimbolikus jelentősége, hogy a rossz kezelést egy férfi orvostól kapta, a jó kezelést meg egy női orvos írta elő neki, de hát ez nem egy túl mély szimbolika, semmi esetre sem kielégítő. Magyar tanárom mondta nekem anno, amikor a dráma történetéről beszélgettünk, hogy onnantól kezdve, hogy megalkották a Terminátort, a nyugati drámának a története az véget ért. Mert onnantól kezdve, hogy egy érzések és öntudat nélküli robotot teszünk meg egy történet főszereplőjének, onnantól kezdve a dráma véget ér, nincs tovább, ezt nem lehet folytatni. És valahogy ez az érzésem akkor, amikor Esther Greenwood történetét próbálom meg elemezni, mert a depressziójával vívott harc az számomra pont a drámának a lehetetlenségét példázza. Ugye orvosok veszik át a kontrollt fölötte, és kiveszik a kezéből az önrendelkezést és a cselekvést, gyakorlatilag kikezelik klinikailag a válságából, abból a válságból, amelyből a mítoszoknak a régi hősei önerőből küzdötték ki magukat. Sőt, még azt is lehet mondani, hogy Esther Greenwood tulajdonképpen elbukott a saját küldetésében, hiszen egy ponton öngyilkosságot követett el, bevette a pirulákat, nem visszakozott, tulajdonképpen a szerencsén, a véletlenen múlott Deus Ex Machina, hogy túlélte, és ennyi. És az üvegbúra, mondom, annak ellenére, hogy Esther a végén túléli és felépül, a végkövetkeztetés szempontjából egy elég negatív dramaturgiai tanulságot rejteget magában, amelyről szerintem nem sokat szoktak beszélni, mégpedig az, hogy a depresszió egy olyan láthatatlan ellenfél, amellyel nem lehet a mítoszok, meg a régi történetek, vagyis hagyományos értelemben megküzdeni, mert pont az önrendelkezésünk fölött veszi át az uralmat, és innentől kezdve ki vagyunk szolgáltatva az orvosoknak, a gyógyszereknek, meg az intézményrendszereknek, és onnantól kezdve teljesen lutri, teljesen a véletlenen múlik, hogy elbukunk, vagy túlélünk. Mert ne feledjétek, az üvegbúrában is ott vannak az elbukott karakterek. Azok, akiknek sikerül az öngyilkosság. Azok, akiknek a szorongását például megszüntetik, mondjuk lobotómiával, de onnantól kezdve soha nem hagyhatják el az zárt osztályt. És ha így nézzük, akkor a régi mítoszok hőseinek a cselekvő képessége és önrendelkezése az itt párolog el
a steril, fertőtlenítő szagú intézmények meg zárt osztályoknak a folyosóin. És ezzel kapcsolatban egy érdekes gondolat fogalmazódott meg bennem, itt most, ebben a percben a videó felvétele közben, úgyhogy ez abszolút ráadás. Virginia Woolfnak egy eszéje ugrott be, amelyben a női irodalomról ír, és azon sajnálkozik, hogy milyen kár, hogy a nők túl későn kezdtek el írni, mert mire kellő létszámban megjelentek a női írók, addigra az irodalomnak kialakult egy olyan több száz éves története, amelyet férfiak írtak, és a női írók, ha akarják, ha nem, kénytelenek rácsatlakozni erre a hagyományra, hiszen nem tudnak másképp az irodalomhoz viszonyulni, mert a nyelvüket, a kifejezés módjukat mind abból az irodalomból tanulták, abból a hagyományból merítették, amelyet férfiak írtak. Szóval azt mondja Woolf, hogy a női irodalom, ha hiszünk abban, hogy létezik ilyen, mindörökké fáziskésésben lesz. És nem tudom, hogy ebben igaza van, és azt sem tudom, hogy amit most fogok mondani, az mennyire általánosítható, de milyen érdekes az, hogy itt van Sylvia Plath, és megírja az Üvegbúrát, és be akar vezetni egy ilyen erős, autonóm női karaktert, egy nagyon markáns hangú női karaktert, és pehére, ironikus módon, mire ezt megírja, már túl vagyunk Kafkának meg Camusnak az irodalmán, és a nyugati irodalom eddigre pont elbúcsúztatta már az individualitásnak a cselekvő képességét. Már rég leszámolt azzal az ábránddal, hogy az egyénnek még bármi hatalma van. Ugye erről szól a Kafka, erről szól a Camus. És számomra ez a tétje annak, hogy Esther Greenwood sorsáról fehérköpenyes, arctalan, maszkos orvosok döntenek, ugye mindegy ezen a ponton már, hogy férfiak vagy nők, és hát azt hiszük, hogy Simone de Beauvoir világában vagyunk, de valójában ez már rég Kafkának meg Orwellnek a világa. De hogy ne ez legyen a végszó, lehet tovább bonyolítani a dolgot, és lehet tovább vitatkozni velem, mert mindaz, amit itt a dráma kiüresedéséről és a depresszióról mondtam, azt továbbra is tartom, viszont elfogadnám, hogyha valaki azt mondaná, hogy itt Eszter drámájában nem csak a depresszió a központi kérdés, ugyanúgy azt a változást, ami beáll az ő karakterében vagy jellemében a végére, azt nem csak az orvosi, klinikai kezelés idézi elő, hanem vannak olyan hagyományos dramaturgiai pontok, amelyek hozzájárulnak ehhez a változáshoz. Egy ilyen dramaturgiai pont lehet egy másik lánynak, egy másik kórházban kezelt lánynak, ennek a Joannak a halála. Ugye ő az a mellékszereplő, aki ugyanazon az úton halad, mint a főszereplő, ő is ugyanazokkal a problémákkal szembesül, ugye a depresszióval, viszont ő elbukik a főszereplővel ellentétben. Ő Sir Gawain, Lancelottal szemben, aki nem jut át a hídon. Vagy Charlotte Lucas a Büszkeség és balítéletből, akinek nem adatik meg, hogy szerelemből házasodjon, mint Lizzie Bennetnek, neki marad az érdekházasság. És hát egy klasszikus történetben Joannak a halála pszichológiailag vagy dramaturgiailag rádöbbenteni Esztert arra, hogy rossz úton halad, rádöbbenteni arra, hogy másabba belehalhat, amit én túléltem, és hát letéríti őt a rossz útról. Mint hogyha valamiféle rituális áldozat lenne, akit fel kell áldozni a cselekményben azért, hogy a főszereplő túlélje. A probléma csak az, hogy hát egyrészt mire meghallja Joannak a halálhírét Esther, addigra tulajdonképpen már kikezelték a depresszióból, illetve, hát hogyha komolyan vesszük a klinikai depressziót, akkor ez nem úgy megy, hogy rád ébredek valamire. Szóval nem, ha komolyan vesszük, hogy ez klinikai depresszió, akkor Joannak a halála sem segíthetett Estheren. Egy másik ilyen dramaturgiai pont, vagy fontos változás az lehet, amikor Dr. Nolan, ugye Esthernek ez a női orvosa, kiszimatolja Esthernek a félelmét és szorongását a gyerekvállalástól, és intéz neki egy időpontot egy nőgyógyásznál, ahol Esther fogamzásgátlót kap, valószínűleg ugye egy pessáriumot helyeznek fel neki, és ugye ez látszólag megoldja a problémáját, hiszen egyszer akarta elveszíteni a szüzességét, másrészt pedig rettegett attól, hogy teherbe esik.
És a regény végén Eszter el is veszíti a szüzességét. Az más kérdés, hogy borzalmasan sikerül, és egy hatalmas csalódás számára, meg a vérzés miatt kórházban köt ki, ugyanakkor azt a felszabadulást, hogy elveszítse a szüzességét, azt eléri. Egyszer csak mindenféle történetek rémlettek fel előttem a vérfoltos nászlepedőről, meg a piros tintás üvegről, amivel a már nem szűz menyasszonyok mesterkedtek. Kíváncsi voltam, vajon meddig fogok vérezni, aztán ledöltem és szorítottam a törőközőt. Egyszerre megértettem, hogy a vérzés a válasz. Most már biztos, hogy nem vagyok szűz. Belemosolyogtam a sötétségbe. Egy nagy-nagy hagyomány részének éreztem magam. De akkor mit mond a regény a gyerekvállalásról? Azt, hogy ez egy rossz dolog lenne, amit orvosilag kell meggátolnunk? Ugye azért kérdezem, mert hogyha innen a regény végéről visszatekintünk a legelejére, akkor észrevettünk egy fordulatot. Ugye úgy végződik az üvegbúra, hogy Eszter Greenwood fogamzásgátlót kap, és nem tudjuk, hogy hosszú távon mi történik vele, hogy ez így marad-e, vagy ez lenne a megoldás a problémáira. Viszont hogyha ezzel a fejjel visszaolvasunk egy jelentéktelennek tűnő részletet a regény elején, akkor egy teljesen más képet kapunk. Ugye emlékezzetek arra, hogy ezt a regényt Eszter Greenwood visszaemlékezésekből meséli el, ugye egy év távlatából, vagy nem tudom milyen idő távlatából, és beszél azokról a ajándéktárgyakról, amelyeket a újságírói gyakornokként kapott mindenféle divatcégektől. Még ma is megvan az a sminkészlet, mert induláskor kaptam egy személyre szabott válogatás barna szemhez és barna hajhoz. Téglalap alakú dobozban barna színű pillafesték, apró kefével, tégely, épp akkora, hogy az ujjabe hegyével belenyúlhat az ember, benne kék szemárnyaló, továbbra három ajakrúzs, pirostól rózsaszínig, mindez együtt az aranyozott tartóban, tükörrel egyik felől. Őrzök ezen kívül egy fehér műanyag napszemüveg tokot is, melyre színes kagylókat, flittereket és zöld plasztik tengeri csillagot vartak. A rúzsokat néha napján használom is, múlt héten pedig leszedtem a szemüvegtokról a plasztik tengeri csillagot, hadd játszom vele a kicsi. Hadd játszom vele a kicsi. Magyarul, amikor Eszter Greenwood ezt a történetet meséli, ő akkor már anya. És ugye nyilván erre mondhatjuk, hogy önéletrajzilag ez tök oké, hiszen Sylvia Plath kétgyerekes anyaként írta ezt a regényt, de ez minket ne érdekeljen, ne próbáljunk ilyen megúszós magyarázatokkal kimenekülni. Ugye ezt a történetet Eszter Greenwood meséli, és az ő karakterfejlődése, vagy jelleme, vagy pszichés állapota szempontjából van jelentősége annak, hogy ő ezt már anyaként meséli. De azt, hogy ez mit jelent, hogy ez pozitív vagy negatív, azt már a regény nyitva hagyja, és én is az olvasókra, mindenkire egyénileg rábízom, hogy eldöntse ezt a kérdést, hiszen ez jelenthet egy pozitív dolgot is, hogy Eszter végül túllépett a félelmein, és felnőtt ahhoz a feladathoz, hogy anya legyen, de lehet egy negatív olvasata is, hogy bármennyire is menekült, Eszteren beteljesült az a sors, amitől rettegett, és amit el akart kerülni, az, hogy anya és háziasszony legyen, és végső soron bekerüljön abba a magándiktatúrába, amelyben nem szeretett volna. Ezt mindenkinek a vérmérséklete szerint dönts el magának. Ami viszont a nyitott véget illeti, és ígérem, hogy itt hamarosan befejezem, mert a hangomat is kezdem elveszíteni, a regénynek mindenképpen nyitott a vége, hiszen úgy zárul, hogy Eszter ugyan kikerül a zárt osztályról, túléli az öngyilkossági kísérletét, és abban a pillanatban ér véget a regény, hogy belép az orvosi vizsgálóbizottság előtt, akik eldöntik, hogy alkalmas-e arra, hogy visszakerüljön a társadalomba, és hát amennyire emlékezetes ennek a regénynek a kezdőmondata, annyira emlékezetesek az utolsó sorai is. Felálltam és elindultam a nyomában a kitárt ajtó felé. Ahogy egy rövidke lélegzetvételre megálltam a küszöbön, láttam odabent az ezüstös hajú orvost, aki első nap a folyókról meg a zarándok atyákról mesélt, és láttam Miss Huey himlőhelyes, holtsápadt arcát, és szemeket láttam, melyek mintha már néztek volna rám fehér orvosi maszkok mögül. És minden szem és minden arc felém fordult, én pedig távirányításukat követve, mintha varázsfonalon húznának, beléptem. A történet véget ér, és vannak olyan jelek, amelyek bizakodásra adnak okot,
Eszter kikerül a klinikáról, szakít Buddyval, a képében mondja a véleményét, vagyis megszűnik passzív szereplő lenni, anya lesz, megírja ezt a regényt, mégis ezek mind esetlegesek a depresszióval szemben, amely hatalmas árnyként továbbra is rávetül Eszternek a jövőjére, és nézzétek meg, hogy mit mond akkor, amikor épp elhagyni készül a klinikát. A Kaplan előtt elbúcsúztam Valerie nyugodt, hószűz arcától, mely mögött nem igen történhet többé se jó, se rossz, csak nagyon-nagyon kevés, és egyedül mentem tovább, lélegzetem még a napsütötte levegőben is kis, fehér gomolyokká bodrosodott. Valerie így kiáltott utánam derűs búcsúzóul. Hát akkor viszlát? Ha rajtam múlik, soha, gondoltam. Csak éppen nem voltam biztos benne. Egyáltalán nem voltam biztos. Honnan tudhattam, az iskolán, Európában, valahol, akárhol, nem ereszkedik-e rám folytogató levegőjével ismét az üvegbúra? A regénynek nyitott a vége. A depresszió, amely fölött nincs hatalma, bármikor visszaereszkedhet Eszter Greenwoodra. Várhat rá teljes felépülés és visszazuhanás a sötétségbe. Sajnos Sylvia Plath sorsa nem ilyen nyitott. Egy hónappal azután, hogy megjelent ez a regény, Sylvia Plath már két gyerekes, elvált anyukaként próbált boldogulni Londonban, de a depresszió visszatért, elveszítette a kontrollt, és egy nap, amikor a gyerekei aludtak, betömködte ruhákkal az ajtóréseket, bedugta a fejét a sütőbe, és öngyilkos lett. Míg a kitalált irodalmi karakterek fejlődés történetének vagy kalandjának van értelme, addig sajnos az emberi életnek sokszor nincs. Mégis azt gondolom, hogy Sylvia Plath ugyanúgy mártírrá vált az olvasói számára, mint például Oscar Wilde. Mert valahol a sok emberi szenvedés mögött az üvegbúra az a művészet diadala is egyben. Amikor például Eszter elhagyja a klinikát, és a történetének a végére ér, akkor eszünkbe juthat az a mondat, amelyet korábban mondott a művészi ambícióiról. Hogyan is írhatnék én az életről, amikor még nem volt viszonyom, nincs gyerekem, nem láttam meghalni senkit? Ezt kérdezi Eszter, és a regény végére mindhárom dolog megtörténik vele. Volt viszonya, lett gyereke, látott meghalni valakit. Az ő kalandja az íróvá válás kalandja, és a depresszióval folytatott küzdelmének is az a tétje, hogy hogyan válik megírható témává. És hogyha erre emlékeztetjük magunkat, akkor talán, legalábbis szerintem, találhatunk valamit, amiben belekapaszkodhatunk, és amin keresztül mondhatjuk azt, hogy van valami, ami még Sylvia Plath tragikus halálát is megszépítheti, mert az ő halála valójában a művészet diadala egyben. Mert lehet, hogy Joan nem volt egy rituális áldozat, aki megváltotta Eszternek a szenvedés történetét, de Sylvia Plath halála az lehetett ilyen az olvasói számára. Mert mondhatjuk azt, hogy az ő halála és az ő életének a kudarca az valójában egy rituális áldozat volt az üvegbúra megszületéséért, annak a könyvnek a megszületéséért, amely mind a mai napig női és nem csak női olvasók millióinak nyújt példát, támaszt, útmutatást, vagy csak egy képzeletbeli barátnőt Eszter Greenwood személyében. Nagyon köszönöm a figyelmét mindenkinek, aki eljutott a videó végéig. Hősök vagytok. Én még nagyon sok mindent tudnék mondani az üvegbúráról, de ideje lelőni magam és teret adni az olvasóknak, hogy mindenki felfedezze a saját verzióját az üvegbúrából. Remélem, hogy a videó hozzájárult ahhoz, hogy legalább egyszer mindenki elolvassa ezt a regényt, aki szeret olvasni. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, osszátok meg a barátaitokkal, akik szeretnek olvasni, és nagyon-nagyon köszönök minden hozzászólást és kérdést a videó alatt. Fogok rájuk válaszolni, illetve ne feledjétek, hogy megnyerhetitek ezt a könyvet akár a Helikon zsebkönyvek kiadásban,
akár angolul, de a részleteket ki fogom tenni Facebookra, Instára, legyetek résen. Köszönöm az olvasóköröseimnek is, akikkel együtt olvastuk az Üvegbúrát még idén februárban. Nekik külön az üzenem, hogy hamarosan folytatjuk az új könyvekkel, illetve mindenkinek üzenem, hogy hamarosan jönnek az infók az újrainduló olvasókörökről, úgyhogy érdemes résen lenni. Addig is vigyázzatok magatokra, jó olvasást, és maradjatok négy fal között. Kivéve, hogyha ez egy zárt osztály, mert akkor meneküljetek.